Üdvözöljük Önöket! Az alábbi videóban a Caffeini TB9 típusú permetező monitort mutatjuk be Önöknek. A monitoron összesen 17 gomb található, ezek a következők. Fent található a késbekapcsoló gomb, bal oldalt a menü gomb, ezzel tudunk visszatérni a főképernyőre is, a visszalépés gomb, a lezárás gomb, amelyel a hidraulika körök zárhatók, F1-től F6-ig a funkció gombok, ezek mindig az aktuális képernyőn látható menüpontok elérésére vagy változtatására alkalmasak, a szórás indítása és leállítása gomb, az A per M gomb, ez az automata vagy kézi üzemmód közötti váltást teszi lehetővé, az OK, avagy a jóváhagyás gomb, illetve 4 navigációs gomb. A főképernyőn láthatók az aktuális munkaparaméterek, a bal felső sarokban láthatjuk az aktuális sebességünket, a szórási teljesítményt liter per percben, ez a pillanatnyi teljesítmény, szintén a szórási teljesítményt látjuk liter per hektárban, illetve azt látjuk, hogy automata üzemmódban van a számítógép. A második sorban balról láthatjuk az aktuális időt, illetve amennyiben légzsákos permetezőt használunk, az F1 funkciógomb ilyenkor ezt kapcsolja ki és be, és itt láthatjuk ilyenkor, hogy mekkora teljesítményen dolgozik a ventilátor. Tovább haladva láthatjuk a tartályállapotot, illetve jobb oldalt láthatjuk a szórási információkat. Itt azt látjuk, hogy hány métert tettünk meg, hány hektárt permeteztünk már le, és hogy óránként mekkora teljesítménnyel permetezünk. Amennyiben a hidraulika köröket zárjuk, ennek a jele is itt jelenik meg középen. Amennyiben GPS vezérlést használunk, abban az esetben itt látnánk a bal felső sarokban egy parabola antenna jelet. A monitor alsó részén láthatóak a szórással kapcsolatos információk. Itt feljebb azt látjuk, hogy összesen 7 szakaszunk van. A fehér téglalap jelöli a kikapcsolt szakaszokat, a fekete téglalapok pedig a szórásra kész szakaszokat. Amennyiben elindítjuk a szórást, láthatjuk, hogy csak a szórásra kész szakaszoknál jelenik meg az a piktogram, amely jelzi, hogy jelenleg üzemelnek a fúvókák. Az F2 és az F5 gombokkal tudjuk az egyes szakaszokat kikapcsolni. Ez azonnal valós időben történik. Az F3 és F4-gel pedig vissza tudjuk kapcsolni a szakaszokat. Az F6 gombot megnyomva tudunk váltani a funkció gombok feladatai között. Ebben a menüpontban a különböző hidraulikus szelepeket tudjuk engedélyezni vagy letiltani. Ekkor az F1 gomb megnyomásával a mechanikus hidraulikozárat tudjuk engedélyezni vagy letiltani, az F2 megnyomásával a baloldali hidraulika szelepet, az F3 lenyomásával a jobboldali hidraulika szelepet, az F4 megnyomása esetén a dőlésért felelős hidraulika szelepet, az F5 megnyomásával pedig a keret emeléséért felelős hidraulika szelepet tudjuk engedélyezni vagy letiltani. A harmadik almenüpontban a tartálykezelés beállításait láthatjuk. Az F1 gomb megnyomásakor azt állítjuk be, hogy üres a tartály. Az F2 gomb megnyomásakor a teli tartályt állítjuk be. Míg ha az F3-at nyomjuk meg, ekkor manuálisan tudjuk megadni, hogy hány liter folyadék van a fő tartályunkban. Az általános beállítások menü eléréséhez kapcsoljuk be a monitort, majd nyomjuk meg rögtön a menü gombot. Az általános menüben a fel és le nyilakkal tudunk navigálni, itt tudjuk beállítani a monitor nyelvét, a mértékegységeket, a háttérvilágítás erejét, a kontrasztarányt, a sípszó hangerejét, a dátumot és az időt, az automata kikapcsolást, illetve itt tudja a szerviz frissíteni a monitor szoftverét. Visszatérni a főképernyőre szintén az F-gomb megnyomásával tudunk. A munkaparaméterek beállításait a főképernyőről érhetjük el, amikor megnyomjuk a menü gombot. Itt tudjuk beállítani a szórási mennyiséget, ez jelenleg 220 liter per hektáron van. Ha az OK gombbal kiválasztjuk, ugye a plusz és mínusz gombokkal tudjuk ezt növelni vagy csökkenteni.
amennyiben légzsákos kivitelű gépünk van, az okégombbal belépve itt tudjuk beállítani a ventilátor fordulatszámát. Az eszki gombbal tudunk visszalépni. A következő az a számlálók menüpont. Itt tudjuk kinullázni az adott értékeket. Itt elsőnek láthatjuk a részterületet, a teljes területet, a kiszórt mennyiséget és az üzemórákat. A következő menüpontunk az alarm menü, vagyis a riasztások menüpont. Itt a legelső az adagolási riasztás. Itt be tudjuk állítani, hogy mennyi legyen a késleltetés, hány másodpercig szóljon a riasztás, az alarm tight-nál a riasztás típusát, illetve az úgynevezett riasztási hibaértéket tudjuk itt beállítani. A következő az a sebességi riasztás, az a speed alarm. Itt is tudunk neki késleltetést, illetve időt állítani, illetve itt be tudjuk állítani, hogy milyen minimum és maximum sebességnél küldjön nekünk riasztást. Következő az a pressure alarm. Itt nyomáseltérés esetén küld nekünk riasztást a kijelző. Itt is a késleltetést, az időt, illetve a típust is be tudjuk állítani, illetve a minimum és maximum értéket, ahol riasztást küld nekünk a kijelző. Végül a tartályi riasztás. És itt tudjuk beállítani, hogy hány liternél küldjön nekünk riasztást, hogy fogyóban van a folyadék a főtartályból. A következő menüpontunk a work menü, azaz a munkabeállítások menüpont. Itt tudjuk beállítani a szelet típust, a legkisebb automata sebességet, a legkisebb sebességet, illetve az adagolási hibahatárt, továbbá a szabályzási késleltetést, a szórási sűrűséget, a munkaüzemmódot, tehát hogy szakaszonkénti legyen-e az üzemmóda vagy helyi, illetve az automatikus GPS-es szakaszzárást, illetve nyitást. A következő menüpontunk a nozzle menü, vagy a fúvóka menü. Viszont ide valamiért sajnos nem tudok belépni. De alap esetben itt tudjuk beállítani a fúvóka típust, színkód szerint is, illetve ISO szám szerint is. A következő menüpontunk a bar menü. Itt a szakaszokat tudjuk beállítani. Felül tudjuk beállítani, hogy a fúvókák hány centiméterre helyezkednek el egymástól, illetve hogy az egyes szakaszokon hány fúvóka található. A következő menüpontban a tank kapacitását tudjuk megadni. Ez alapvetően mindig azon az értéken van, amilyen permetezőre kötöttük a gépet, de ha valamilyen okból kifolyólag ezt meg kell változtatnunk, az OK gombbal kiválasztjuk, és a plusz, illetve mínusz gombokkal tudjuk növelni vagy csökkenteni ezt az értéket. És az OK gomb megnyomásával tudjuk jóvá hagyni. A következő menüpontunk a szenzor menü, vagy az érzékelő menüpont. Itt az első az a sebességszenzor, a speed szenzor, az a sebességszenzor menüpontban tudjuk kalibrálni ezt az érzékelőt. Itt véleményem szerint érdemes az automata kalibrálást választani. Ilyenkor az OK gombbal kiválasztjuk, megteszünk 100 métert, majd leokézzük. Itt nyilvánvalóan, hogy nincs mozgás, így most hibát kapunk, de ezzel tudjuk kalibrálni a sebességszenzort. A következő érzékelő az az átfolyás érzékelő. Itt manuálisan tudjuk megadni a literenkénti impulzus számot. A pressure szenzornál, azaz a nyomás érzékelőnél, itt be tudjuk állítani a nyomás felső határértékét, illetve a gyári alapértéket is vissza tudjuk állítani. Ez itt a tartályérzékelő.
az itt található értéket, az csak a márkaszerviz vagy a gyártó tudja megváltoztatni. Végül a szenzor diagnosztika menüpontban meg tudjuk nézni a különböző érzékelők áramfelvételét. Tovább haladva a menüben, itt látjuk a számlálókat, itt látjuk a teljes megművelt területet hektárban, az összes felhasznált vegyszert literben, az üzemórákat és az összes megtett távolságot. És van végül egy szimulált sebesség menüpont, ha ezt aktiváljuk, akkor a gép állóhelyzetben is kipróbálható a funkciók bekapcsolásával. Ilyenkor egy színfelirat jelenik meg az aktuális sebesség alatt. A szimulált sebességérték pedig a nyilak használatával növelhető, illetve csökkenthető. Igen, a balra és jobbra nyilak használatával. Az Escape gombot megnyomva pedig ki tudunk lépni ebből a menüpontból. Köszönjük szépen a figyelmüket, jó munkát kívánunk!